a MOL-Fehérvár játékosai, igaz, erős ellenfelek ellen. És most pedig egy csodálatos gólt lőnek, Négó kapásból a 14. percben vezetés szerez a MOL-Fehérvár csapatának. Egy a 16-oson belőre előreívelt labda, és a válogatott játékos, aki itt a védője mögé kerül, lépéselőnyben, kapásból, kicsit külsővel eltalálva, gyönyörűen rajzolja fel a jobb felső sarokba. Védhetetlen. Dárdai vitte el az embert, így lehet befelé vezetni. Lidnyev, Petriák, egy újabb tekerés, az is gól! Hát ez sem volt csúnya. 3 percen belül két gyönyörű gólt rúg a Fehérvár, és 0-2. Örömittas szurkolók. És szép gólok. Lidnyev szorgálja ki Petriakot, aki egy pattanás után belsővel a védő mellett eltekeri a hosszú sarokba. Oda sem lehet odaérni. Takács hiába próbálkozott. Jó formán, mindkét kapunál helyzetek nélkül. Ódor még megkapja a jobb oldalon, ezt be lehet adni. Stopira. Lekészítés Horvátnak lövésre, kapu mellé. Talán ez volt a legkecsegtetőbb szegedi lehetőség. Petriák. Földön tartja. Két játékos mellett is elcsúszott a labda. Dárdai fordult kapura. Lednyev. Van érkező ember. Ó, Stopira. Visszatértek a szegedi drukkerek is. Lenyevtől pattan el, de visszaszerzi. Dárdai megpattan, és így öngól. Ezzel lesz 0-3. A második félidő elején szerez egy újabb gólt a Fehérvár. És nagyon könnyen lehet, hogy ezzel végképp eldőlnek az érdemi kérdések. Ugyan vezetett támadásokat a Fehérvár csapata itt ebben az elmúlt 7 percben is. Dárdai az imént egy lövéssel is veszélyeztetett, tehát voltak támadásaik, de helyzetük, zicserük nem alakult ki, és ez a gól sem egy helyzetből születik. Lednyev határozottan megy oda és visszaszerzi a labdát, ez a beadás pedig nagyon szerencsétlenül pattan meg Kővári sarkán. Vagy inkább bokáján. Kodró nem győzött elnézést kérni Négótól, aki így feleslegesen sprintelt. Cúj szépen, ott a lövőhelyzet, nagyszerű védés, Takács. Hát hogyha a futballcsapat is egy ekkora bravúrt hozzá tudott volna tenni, az lett volna habatortán. De úgy tűnik, hogy ez most még nem jön össze, viszont a szépítőgól kis hián összejön a Szeged csapatának. Dobos hozta magát helyzetbe, és az ő ballábas lövését kellett védenie Kovács Dánielnek. Pejovics nyújtja meg, és ott Bitó le tudott csapni erre a labdára. Fiola nem is bántja, Bitó lövi rá!